Nos, hát akkor üdvözlök mindenkit, az én nevem Rolix, még mindig. Ismerem! Rafinát! És hát igen, elérkezett a következő tikék, kíváncsi leszek, hogy ez a pálya, ez mégis hogyan is fog mutatni. Szóval, szerintem kezdjük is. Egyébként ez a map eléggé érdekes körülmények közt kezdődik, tehát nézd meg, itt egy lebegő tábla, és konkrétan ide dobott le a pálya, tehát nincs kezdőszoba, szimplán csak bedobott minket ebbe a csutaházba, ahonnan szép a kilátás az utcára. Na jól van, Katrán, hát akkor kattintsunk rá. Üdvözöllek a kalandpályámon, én Szenos vagyok, a készítő. És akkor ott, hát a YouTube csatornához kellett. Sponzoroknak hívjuk! Ez a pálya Rolix számára készült elsődlegesen, azonban másodnak is élvezhető a kaland. A történet folyamán kékes színű partikül részecskéket követve egyszerűen megtalálhatod a keresendő helyet, illetve az aqua színű szögletes zárójelekben lévő szövegekre kattinthatsz. Most pedig haladj tovább. Tehát, jó. Kettő blokkot haladhattam tovább. Katrán, szabályok! Kizárólag a pálya forrása magját használt. A pálya egyjátékos módra készült, több játékos módnál hibák léphetnek fel. Lesznek kisebb-nagyobb bejátszások, ilyenkor nem azok. Bejátszások? Ez különös. Minden dolog be van állítva, ezért ne használj parancsokat. Rendben. Nem csalok. Remélem, hogy nem lesz rá szükség. Történet. Néhány ponton te is hozhatsz döntéseket A és B opció között. Ezzel akár megváltoztatva a végkifejletet. A következő percekben Rolix 2020 áprilisi énjébe fogsz belebújni. Április 2 éjjele van. Éjjele? Éjjele. Oké, és éjjele. Van jelenleg, és még a nem teljesen megvágott isteni erők Minecraft Mesterfokon 20 videón dolgozol. Az is elég rég volt. Ezen a helyen veszed át az irányítást. Nos, annyit kell tudni arról a részről, hogy előtte volt a 19. rész, hát ezt mondjuk könnyű kitalálni. Ettől függetlenül valóban abban a részben volt április 1-je, mármint a 19-ben, amikor azt feltöltöttem, és meghaltam benne. De közben mégsem, csak úgy tűnt a végén, hogy meghalok benne. Mindenesetre valóban, hogyha ezt választotta a készítő, hogy mégiscsak ezt a sztorit meséli el, hogy mi történt ezután, amikor a 20. részt készítettem már, hát akkor lássuk, hogy ő mit gondolt, így a backstage-ben. Menj be az előtted lévő szobádba és ellenőrizd le a forráscsomagot. Hoppá, hoppá, hát igen, a szokásos forráscsomag ellenőrző módszert láthatjuk. Kaptunk egy táblát. Számot látunk, így igaz. Leírja, hogy mit tegyünk, hogyha esetleg nem látnánk a számot. De én azt látom, mondjuk ez eddig jó szemtesznek is, hogy ott volt a 723-as. Na és akkor... félrement áprilisi tréfa, és magamtól mozgok egy rendkívül rejtélyes zenére. Wow! Wow! Aszta! Jó, most nem számított az, hogy itt láttunk egy ilyen fura textúrájú cuccot. Hopp, a zene közben le is vágódott. Tehát a zenét azt konkrétan a textúrából, vagyis a mapről hallottuk. Ez bizony nem utólag vágtam alá, nem. De amúgy tényleg nem. Tehát ez tök durva, közben ott száll egy poloska. De hallod, itt konkrétan egy ilyen bejátszást láthattunk, amire már utaltott az elején a map készítője. De most mégiscsak, én ilyet még nem láttam, tehát ilyet lehet. Végigvitt engem a házon, és így bemutatta a helyszíneket. Egyszerűen remek, zseniális. Nem tudom, hogy oldotta meg, de hihetetlen. Na, közben válasz a lehetőségek közül, nézni kéne a chatet. Megéheztem ebben a videóvágásban. Ebbe a videóvágásban. Hát igen, a szokásos ragozási problémák, na nem baj. És tudom, hogy késő van már, de egy kis étel azért csak nem árt. Mit szeretnél enni? Gyümölcsleves, pite, keksz vagy bogyók? Hát ez egy jó kérdés. Jó. Szerintem legyen keksz. B. Remek, a kekszet választottad. Most, hogyha a pitét választom, az is remek lenne? Nem tudom, majd nem tudom, többször is kijátszom és kipróbálom. Feladat, most vedd ki az ételt a hűtőszekrényből. Nézzük, hűtőszekrény, ez volna a hűtőszekrény? Egyébként egész jól néz ki. Nézd meg, is benne van a keksz, amit választottunk. Gyorsan ezt megeszem, majd folytatom is a munkát. Feladat, edd meg a kiválasztott ételt, majd a részecskéket követve menj fel a szobádba. Ha, és akkor, amit mondod, hogy ilyen kék particle effektek jelennek meg a földön, hát ez egyszerűen remek. Hát csak kettőt tudtam megenni, a többi hat az úgymond kárba megy. Egyébként szép kis ház, olyan kis otthonos. Följövünk az emeletre, és ide vezettek a cuclájok. Folytatod a videóvágást. Hoppá. Egy üllővel? Van egy szék és egy üllő, vagyis hát maga a gép. És itt a green screen, tehát ez batár jól néz ki. Tehát amikor dolgozok, akkor így egy üldőben dolgozhatok. Egyébként érdekes. Nézzük már itt szét.
Jövendőbeli YouTube díj helye. Nobel díj helye. Az igen. Az igen, tároló. Fanart, szomszédházból egy tégla, csavarok, fanart, szomszédházból egy... Az korrekt. Nem tudom, mit keresnek téglák a szomszédházból, nincs is szomszédház. De ettől függetlenül a fanoktól van sok fanart, meg csavarok, sem tudom, mit keresnek itt. Rágógumi. Van itt minden, gyerekek. Itt is láttam ilyen tároló izéket. Kavics a kovakőre. Az is tégla, azok is csavarok. Száradt takony. Nice. Ok, aztán ebben mi van? Kavics, szintén rágógumik, és sima takony. Tehát a sárga az száradt, a zöld az pedig csak úgy szimplán takony. Jó, jó. Elég ízléses. Remélem, hogy nem eszelni közben nézed ezt a videót. Na viszont erre rá lehet kattintani, valószínűleg rá lehet. Aha. Hoppá, hova dobott? Most a monitorodat, azon belül is a videóvágó programot látod. Ne! Ne! És kajak úgy néz ki, mint a Sony Vegas. Jó, persze, eléggé durván fogalmazva, de mégiscsak. És itt lehet menni, ez egy ilyen kinagyított, blokkokból álló vágóprogram. Wow! Ez komoly! Ez nagyon komoly. És az lenne a facecam, ahogy ott vagyok a sarokban. Ez hatalmas. Ja, és igen, ott a jelzőfény is a 19. és a 20. részre utal, ugyebár akkor használtam először jelzőfényt. Ez nagyon nagy, ez abszolút hatalmas. Én ilyen megvalósításokat pályán, kalandpályán még nem láttam. Jól van, nézzük a feladatot, gondolom én. Nem emlékszem pontosan, hogy hol hagytam abba, de azt hiszem, hogy itt. Szerencsére már csak be kell raktam egy zenét és két effektet a klippek végére. Feladat, válasz ki a Selection Toolt és nyomj rá a Media Poolon belül az egyik zenére. Ha megvagy ezzel, akkor ezt húrd be az Audio 2 sorba. Hát azért eléggé durva feladatot kaptunk. Konkrétan vágni kell, és egyébként talán ez szemlélteti azt, hogy a vágás az nem egy könnyű folyamat. Főleg nem, hogyha minőségére akarod megvágni a videót. Pláne nem akkor, amikor még a születésnapod előtt éjjel is azt csinálod. Mivel, ja, ma van a születésnapom. Pontosan akkor, amikor feltöltöttem ezt a videót. Szóval ajándékként egy feliratkozást elfogadok. De, hát igen, itt is eléggé rendesen meg van bonyolítva. Szóval, Selection Tool, kiválasztjuk akkor ezt. Wow. Aztán Media Pool, itt a Media Pool. Aha, innen lehet kiválasztani a média medencéből, úgy átfordítva magyarra a dolgokat. Az Audio 2 sorba kell valamelyik zenét bevágni. Hát gondolom ez a videófájl, azok a képek, amik ilyen képként néznek ki, hát nyilván. És ez pedig a zene, vagyis a hangfájl. Na nézzük. Kiválasztom mondjuk ezt. Hoppá! Hoppá, hoppá, és akkor Audio 2 sorba kell beszúrni, és be lehet szúrni, és oda került a zene. Na jó, ez hatalmas. Én még mindig csodálkozok ezen. Na jó, ez ide túl hosszú, de ha levágom a végét, akkor meg furán jön neki a hang. Mondjuk egy effekt megoldja ezt is. És valóban túl hosszú. Aha. Igen, egyébként valahogy így megy a vágás, például a videó végét tekintve, így nagyon dióhéjban leegyszerűsítve a vágást, ez történik, hogy a zene általában kilóg a videó végén, nem passzol pontosan oda. Éppen ezért azt le kell vágni. Na nézzük, hogy megy ez. A Cut Toolt használva vágd el a beszúrt zenét, van, ahol majd a Didit Tool, úristen, ez már csak. Ezért is akkor kiválasztjuk a Cutot, a vágó Toolt, és aztán pedig majd a törlővel, tehát ezzel kell eltüntetnünk az utána lévő részt. Akkor először levágjuk. És kajak levágta. Na jó. Oké. Ez így nagyon epik volt. És mit mondom, Delete Tool-lal pedig kitöröltük. Aha, működik a dolog, el is tűnt. Aztán, ha kész, akkor a vágás helyénél a Selection Tool segítségével szintén illeszt oda a Crossfade -3 decibel effektet. Hoppá, kiválasztjuk egy falusi hangra, és akkor ezt is oda tudjuk tenni. Nézd meg, milyen szép. Mondjuk egyébként fordítva kéne lenni ennek a cusznak talán, szerintem, ahogy lemegy a hang, de egyébként nagyon menő. Tehát abszolút, ez a vágóprogram, ahogy itt meg lett oldva, ez zseniális. És olyan külföldi feelingje van. Tehát, hogy tudnak ilyet magyarok csinálni? És tudnak. Tehát az benne a vicc, hogy tudnak. Nagyon durva. Na lássuk akkor. Így már majdnem tökéletes, csak a videó egyes sort még el kéne sötétíteni. Az előző procedúrához hasonlóan illeszt a Cross Dissolve effektet. Jó, Selection Tool megvan, és akkor ez az utolsó dolog, amit még meg kell tenni. Mondjuk, hogy miért sötétítjük el a felső sort, tehát a videóanyagot, azt nem tudom. De nem az egészet sötétítjük el, csak a végén levisszük. Rendben, így már minden érthető. Na oké, és letudva. Ameddig kirendelődik, megszerkeztem az index képet. Hoppá, másfél óra múlva végzek is mindennel. Rendben. 3,5 óra múlva.
Jól van. Ez tovább tartott, mint gondoltam volna. Nem számít, mivel már csak azt kell megvárni, hogy a beütemezett idő elérkezzen, és a YouTube kirakja. Addig is remélem jót alszok. Sétálj az ágyadhoz. Igen, akkor le van renderelve, mondjuk a feltöltés az egyébként elmaradt, de vegyük úgy, hogy feltöltöttem a videót, és akkor ténylegesen sípírsz van aludni, ahogy ugyebár ő mondja. Na lássuk csak. És ez is meg van animálva. Nagyon jó, nagyon menő. Van egy visszaszámlálunk is. Hoppá, másnap, április 3, 10 óra 4 perc. Kinyomod az ébresztőt, nem volt ébresztő hang, ezt hiányolom. 8-kor volt a premier. Talán már most jött egy-két visszajelzés. Meg is nézem ezeket. Nézd meg a YouTube stúdióban a megjegyzéseket a tableteden, mert a nappaliban megtalálsz. Hát igen, mindig szeretem megnézni a megjegyzéseket. Amennyiben elolvastad a kommentek egy részét, akkor katt ide. És akkor... Jó, felvettük a tabletet, mert hogy ez egy tablet. Jaj, most visszatettem. Akkor így, olvassuk. Közétéve legújabb, abszolút tök jól meg van oldva egy könyvben, hogy hogyan látjuk a kommenteket. Itt van ez a gyerke, írt a 4 perce, csalódtam benned. Legalább vágtad volna ki. Ja igen, igen, tudni kell, hogy amikor fölkerült a Mesterfokonnak ez a halálozós 19. része, akkor azért elég sokan írtak negatív kommentet, és itt látszik, hogy ezt hogy valósította meg. Válaszok megtekintése? Az nem működik. Nem baj, maga a látvány ebben a könyvben az zseniális lett. Ha, baki volt 0-13-nál. Dislike, unsub, report, már te is, default meg miért? 2.p-1 csúb. Rolex van vok, 3 perc. Jézus Istenem, micsoda kommentek ezek. Tényleg meghalt XD, Lord GG. A mester nem tudta kivágni. Hova tűnt a Rectone nevet? Igen, régen az volt a nevem Rolex Rectone, aki esetleg nem tudná. És végre itt van. Visszavontam. Mi van? Jó, szerintem a kommentekből ennyi elég volt mára. Na várjunk csak. Egy-két dolgon nem lepődök meg, de utoljára nem tudom, hogy mikor volt ennyi negatív megjegyzés. Az egyik kommentelő azt írta, hogy 0.13-nál hiba csúszott be, szóval ezt meg is nézem. Megtekinted a videódat. Ne! Ne, és kajak újra átélem, ahogy meghaltam a mesterfokon, vagy hát nem haltam meg, mint utólag kiderült, de pontosan így látták a nézők, hogy ez történik. Tehát ezek a gáztok most tényleg meg akartak ölni engem mégis? Hogy képzelték ezt? Te jó Isten! Ne, nem lehet a lebőrben letenni vizet! Ezt nem hiszem el! De nem véletlen hoztam tűzállóságpotit, emberek. És akkor így, kérem szépen, túlélhetjük fél szívvel ezt az egészet. Te jó Isten! Boldog április elsőjét mindenkinek! És közben a videóban szereplő Rolex még a szöveget is leírta. Te jó Isten, ne, nem lehet a nedörbe letenni vizet, ezt nem hiszem el. De nem véletlen hoztam tűzállóságpotit, emberek. Vagy mégsem? Jaj, ne, most mi lesz? Szerencsére nem live-ban történt ez meg. Na mindegy, a backup világban majd felveszem még egyszer. Micsoda? Micsoda? Ez nem így történt. Hey! Na itt elkanyarintja a valóságtól a készítő a sztorit, ugyanis azt feltételezi, hogy ténylegesen meghaltam, miközben nem így történt. Jó, akkor itt egy ilyen teljesen más vonalat fesz fel a map, érdekes, érdekes. Ó, basszus, ezt tényleg nem hiszem el, hogy nem vágtam ki. Vajon mennyien láthatták? Megnézem. 35 000, ez nem is annyira sok, úgyhogy még megéri levennem. És utána rendesen majd újra feltennem. Szerinted maradjon így? Csak egy válasz jelölhető. Hagyjuk. Hagyjuk. Az nem hagyjuk, hanem hagyjuk. Szóval A lehetőség hagyjuk, majd a következő videóban kimagyarázom. B lehetőség, ez nagy égés, úgyhogy majd újra felrakom bakimentesen. Nyilván nem bakimentesen teszem föl a részt, mikor már látta 35 000 ember, tehát ez azért elég nagy butaság lenne, erkölcsileg és agyilag is. Szóval választom az A-t. Majd a következő videó tisztáz mindent, hogyha már ezt a kérdést, ezt a választási lehetőséget így dobta fel a sztori. Maradjon csak így, nagyobb baj nem lehet. És ezzel a videóval amúgy is eleget vesződtem már. Megyek is reggelizni. Tovább. Később 2020. április 3. 11 óra 34. FBI, open up! A magyar készenléti rendőrség nevében felszólítom Rectone Roland nevű állampolgárt arra,
hogy az utcafonra nyíló ajtónál fenyegető eszközen nélkül jelenjen meg. Amennyiben nem tesz eleget a pontoknak, akkor meggyőző eszközök használatával teszünk eleget a feltételeknek. Te úristen, hát mi történt itt? Hallott. Betörték szó szerint az ajtómat, atyaék. Ügytekes ügynök, azonnal dobja el a kezében lévő éles tárgyat, vagy különben kényszerítő eszközökkel kell elvennünk öntől. A tányérra gondolt. Igen, dobd el a tányért. Most jöjjön velünk, be kell vinnünk a megyei rendőrkapitányságra. Sétáljunk ki a rendőrség személyi gépjárművéhez, és utazzon el az ott lévő kollégáinkkal. Mi nekünk addig házkutatást kell végrehajtanunk a helyszínen. Meg szeretnéd kérdezni a razzia indokát? Igen, nem. Hát köszönöm szépen a készítőnek, hogy egyáltalán felajánlott ezt a nemes lehetőséget. Hát persze, hogy megkérdezem. Miért töltök rá? Még valami, uram. Erre mégis mi szükség van? Azért, mert az internet igazságszolgáltatásért felelős részek riasztott minket. Majd a felelős személytől informálódhat a megyei rendőrfőkapitányságon. Akkor majd ezt meg is teszem. Fáradj ki a néhai ajtót helyén. A néhai ajtó. Hát ez nagyon jó, tényleg. Tehát ahogy ezt itt betörték, az valami brutális. Hoppá, vissza tudtam venni a földről a tányért. A koszos mély tányért. Az komoly. Most akkor ezzel így kis sétálhattok, miközben nálam van a tányér? Jó, nem akarok bajt, tessék, visszaadom a nagyságos tekes úrnak. És itt a rendőrautó. Wow, beszállás. Komolyan magamtól kell beszállnom egy rendőrautóba. Mi vagy, ha nem akarok? Mi vagy, ha csak így elsétálok? Ja, nem tudok. Jó, akkor beszállok. Wow! Wow! Az igen. És még ezt is meganimálták, de milyen jól, hallod? Milyen jól. Ilyet lehet? Ez komoly. Másik tekes ügynök. Megérkeztünk. Ott áll egy másik egység a liftben. Menjen oda. Ott áll egy másik egység a liftben. Feladat liftesz fel. Jó napot. Másik egység. Tényleg jó napot. Az igen. Hoppá. Csodálatos volt ez a liftezés itt a rendőrkapitányságon. Lehangoltam, mondja a liftben álló őr. A lépcsőtől nézve az első ajtó menjen be. Amennyiben nem teszi meg, akkor a lelkesedésem megnövekszik e ügyben. Eléggé fenyegetően hangzott, még hogyha felettébb fura stílusa is volt. Takarítószertárban nincs semmi. Magánnyomozásnál nincs semmi. Kihallgatónál lesz valami. Ójaj, mi ez ilyen villamos szék? Már resztónos. Jaj, becsukódott az ajtó. Hát ez így kellemes. Jó, hát akkor ide jövök. Akkor hallgassanak ki. És ott a kamera is. Hát amúgy nagyon figyeltek a részletekre. Na nézzük. Uppá, mennyi szöveg. Jó napot. Mi történt? Nos, én Békés vármegye rendőrségének internet igazságszolgáltatás helyett felelős részekének igazgatójának a megbízottja vagyok, és azért kell itt megjelenjek önnel, mert ahogy észrevehette, a nézőközönségének elég nagy része kiskorú. Ezzel nincs semmi baj, azonban a megtévesztés és átverés ilyen korú személyek felé az Európai Unió 2017-es törvénykönyvének 274-es paragrafusának AB bekezdésének értelmében tilos. Most dönthet, hogy átnyújtok egy csekket, melyen a kifizetendő összeg 5 számjegyből áll, vagy kimegy az ajtón és egy héten belül feltölt egy videófájt a csatornájára, melyben elmondja a nézőközönségének, vagy ahogy a fiatalok mondják, fannyainak, hogy átverte őket. És mit szól hozzá, ha letörlöm az érintett videót? Ami történt, az megtörtént. Így csak ez a kettő lehetősége van. Melyiket választanád? Csekk vagy videó? Hát igen, akkor abból kéne dönteni, hogy most akkor fizetek és a videó fönnmarad, vagy pedig úgymond megfelelek a törvénynek, és akkor csinálok egy videót, amiben bocsánatot kérek. És nem csak bocsánatot kérek, hanem hogy átvert. Ah, nehéz döntés. De hát egyértelműen egyébként azt választom, hogy nyilván úgymond megbűnhődök egy ilyen nem is kimagyarázós, hanem bocsánatkérős videóban, tehát a videót választom. És vége. Ezt jobb döntésnek találtam. Bár ingyen így sem úszom meg, mert az ajtómat elvitték. Fel is veszem ezt a kimagyarázós videót. És igen, itt vagyok. Egy koszos méltányérral, és egy mosogató szivacsal. És megyek föl.
hogy felvegyem ezt a csidecsuda jó csidejót. És még egy apró pillantást vehetek erre a csodálatos green screenre, hát egyszerűen remek. Tehát ennek a textúrázása az valami hihetetlen lett. Aztán a padlásra szerintem nem lehet felmenni, még vannak rágógumik, meg csavarok, meg mindenféle kavics, de gyakorlatilag a ház, meg az egész sztori történet az excessive. Az egész történet az ennyi volt. Számszerű, csak kicsit illegális lőfegyver. Komoly. Vannak elrejtve ilyen easter egg-ek. Egyébként ez az abszolút menő dolog. Szőrcsomó. Hát Okay. Az úgy kellemes. Nincsen sehol máshol valami? WC papír, illetve szájvíz, vízlégzés effekte. Szóval valóban akkor jó egy pálya, hogyha még ilyenek is vannak. Minden van rajta, tehát ezen nem tudok olyan dolgot mondani, higet alfólja, tehát nem tudok olyan dolgot mondani, ami ne lett volna rajta. Egyszerűen hatalmas, zseniális. Papó receptjei, tehát nyitok, megyek a házban végig, és elém jönnek ezek az ilyen kis apróságok, de benne vannak a pályán, és tök érdekes, hogy egyáltalán vette a fáradtságot, hogy ilyeneket elrejtsen, miközben tudja, hogy valószínűleg nem is talál rá senki, de még szerencse és örülök, hogy ezekre rátaláltam. Retek, murok, meg a szomszéd csirkéjének maradványai itt a fali szekrényben, mert még a nevét is átnevezte fali szekrény. Tehát ez abszolút hatalmas. Cukor, de csak talán. De ez a pálya, ez minden létező téren lenyűgözött engem. GG, rátaláltál egy easter egg-re. Igen, papó receptjeire találtam rá. Recept az nincs benne, de easter egg-nek easter egg. Több dolgot nem lehet nyitogatni, nézelődni, bár lehet, hogy még elrejtett millió más dolgot, de azért csak nem. Azért annyi dolgot már nem lehetne, hogy kábel, logikai éjskapu, LED lámpa, még hogy nem lehet, érted? Kijövök az utcára, és még itt is vannak elrejtve ilyenek. Tehát én már nem is tudom, hogy mit mondjak. Az lenne még a csoda, hogyha itt is történne valami, vagy mit tudom én. De mondom, tehát ez a pálya, ez már minden téren teljesített. Nem tudom, te mit gondolsz, de nekem, Pakker, ez a nap nyert el addig a legjobban a tetszésemet. Komolyan mondom, egyszerűen hihetetlen. És még egy dologra nem kattintottam rá, ez pedig az, hogy vége. Félrement áprilisi tréfa volt a map címe. Köszönöm, hogy végigjátszottad, remélem, hogy jól szórakoztál, és egy-két helyen meglepődést tudtam okozni. Nekem abszolút, nekem tényleg lábkalappal előtte szenos. GG! Én még pár érdekességet elmondanék a pályáról. A kaland befolyását kereken 64 function file és 14 parancsblokk bennük több száz parancssal biztosította. És most gondolj bele ebbe, 14 parancsblokk. Tehát, hogy az alapjáratom kevés. De a functionok miatt, amikre ráirányulnak ezek a command blokkok, azok miatt igazán durva mennyiségű parancsra és logikai döntés biztosításra, vagy hogy mondjam, kellett figyelni a készítőnek. Nagyon durva. Na szóval ezek biztosították, amiknek az elkészítése a díszlettel és a történettel együtt 32 napba telt. Na látjátok, így kell bő egy hónap alatt elkészíteni egy zseniális pepet. Ha nem is lett túl hosszú, és nem is lett túlzottan kalandos, de mégis megvolt a története, megvoltak benne a meglepő részek, megvoltak benne a poénos részek, Pakker minden megvolt benne. Hát figyelj, pontozás. Ez nekem 10 pont kreatív megvalósításokban, ha tudnék, akkor én adnék rá 12-t is, vagy 100-at. Történetet tekintve választási lehetőségek voltak. Ez egyébként részben kreatív, részben pedig történet. Én mégis azt mondom, hogy történetre egyszerűen jár a 10 pont. És építészet pedig egyébként érdekes a megoldása az építészetnek, hogyha most megnézzük kreatívból a mapet, hogy csak azokat a részeit készítettél a pályának, amik valóban látszódnak. Szóval ez eléggé különleges, és valójában azért éri el a célját ezzel egy Minecraft mapen, ugyanis ennek köszönhetően az FPS az egekben lesz, tehát a gépedből sokkal kevesebb erőforrást veszel, hogyha a játéknak minél kevesebb blokkot kell betöltenie. Tehát ez így abszolút minden tekintetben brutálisan remek. Csak persze az ilyen építés fajtánál vigyázni kell arra, hogy ne lehessen sehonnan kilátni a mapen kívülre, mert azt hiszem, hogy ez innen a kezdőpontról egyébként lehetséges. Igen, ott van a távolban az a két kis blokk, ami kilátszik a levegőből. Nagyjából ennyi egyébként. Tehát az építészetre összességében
egészen jól odafigyelt, hogy a belső terek azok nincsenek meg, pont ezért, mert minél kevesebb blokkot használt fel, illetve hát a textúrát is ide veszem, ezt a kis hibát, ami egyszer-kétszer megjelent a mapen, nem tudom, ez valószínűleg a páncirálvány volt, yep. Ez volt egy kicsit hibás textúrát tekintve. Az építészeti pontszámban ez ott jelenik meg, hogy egy kerek 9-est adok erre. Nem csak azért, mert volt ez a kis textúra hiba, hanem mert valóban ki lehetett nézni, és be lehetett nyitni például itt a rendőrkapitányságon, ami talán ez az épület, szóval be lehetett nyitni például ezekre a helyekre, amik szintén nem voltak kidolgozva. Tehát mondom, építészetben egy kicsit csántított, de az összes többi tekintetben valóban megérdemelte bőven a 10 pontot. És most itt a végén turkáljunk csak egy picit a világnak a fájaiban, ugyanis ebből olvasható le igazán, hogy mennyi munka is volt ebben az egészben, amit készített a beküldő, aki összesen 6 darab ilyen function kategóriát hozott létre, ha jól látom, és Ezek itt vannak bizony. Egy részük, mert hogy itt 41-ig tart, miközben valójában ennél több van, 64-et említett a készítő, tehát valóban, ezek mind-mind parancsokat tartalmaznak, ami nagyon durva. De azt képzeld el, hogy egy command block az ráirányul egy ilyenre, és akkor lefutatja a benne lévő parancsokat. Tehát nem több száz command blokkal oldotta meg a készítő, hanem ilyen functionökkel, amik így fájlokban vannak, ezért még sokkal nehezebb is kezelni őket, mint hogyha a játékban írnád bele command blokkokba, de közben a játékban a tapasztalat az lesz, hogy sokkal átláthatóbb világot kapsz. Én azt mondom, hogy brutálisan le a kalappal. Mindegyikben van szöveg, parancs, legalább 2, 4, 5, 6, vagy akár közel 10, vagy akár még ennél is több, és mondjuk 12, tehát elképesztő. Megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy lehet még fokozni az előző részben látottakat, de ez képes volt rá, nem is akárhogyan. Szóval tőlem 29 pont, írj le kommentbe, hogy te mit gondolsz, és akkor találkozunk a következő videóban. Addig is további szép napot, és sziasztok!